November 1-én borotválkozás, majd a férfiak egy teljes hónapra félreteszik a borotvát, és világszerte megnövesztik bajszukat. Ez azonban nem valami hóbort vagy időszakos trend. Az Ausztráliából indult Movember nevet viselő kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a férfiaknak is törődniük kell egészségükkel, és szembe kell nézniük az egyik legelterjedtebb férfi betegséggel, a prostatarákkal. Magyarországon 2009 óta csatlakoznak hazai önkéntesek a Movember mozgalomhoz. Ez azért fontos, mert ha egy férfin egy eléggé nagy arculatváltás következik be, akkor a körülötte lévő emberek elkezdenek érdeklődni, hogy miért nem veszted a bajusz. És akkor ez már rögtön egy okot ad arra, hogy a két fél, vagy a társaságban az adott illető, akit mi bajuszhuszárnak hívunk, el tudja mesélni azt, hogy azért nevezte a bajuszt, majd figyel az egészségére, illetve azért, hogy minél több férfit arra buzdítson, hogy kezdjen el foglalkozni az egészségével, és menjen el rendszeresen szűrővizsgálatokra. Ugye mi legfőképpen a prostatarák veszélyére próbáljuk meg felhívni a férfiak figyelmét, de ezen kívül nyilván fontos az, hogy a hererák, illetve egyéb olyan betegségekről is a férfiak értesüljenek, ami nagyon-nagyon fontos minden évben. A Movember mozgalom eredménye az urológus szakemberek szerint is érezhető. Novemberben sokkal több férfi keresi fel a rendelőket, mint az év többi részében. Honti Dániel úgy látja, ennek ellenére a környező országokkal szemben Magyarországon általánosságban elkeserítő a férfiak egészségtudatossága. Kevésbé egészségtudatosak itt Magyarországon a férfiak, itt körülbelül évente 5000 férfinél diagnosztizálnak prostatarákot, abból 1500 halálos. A mi méréseink alapján idáig 4000 férfinak a PSA-t szűrtük meg, és 22%-nak volt magas a PSA szintje. Az, hogy ezek közül a 22%-nak hánynak volt prostatarákja, azt sajnos nem tudjuk, az viszont visszajutott hozzánk, hogy több mint 10 főnek sikerült megmentenünk az életét. A novemberi prostatarák elleni prevenciós kampányon túl egész éves aktivitás épült fel Magyarországon, Ments Manus néven, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy elsősorban 40 év felett szinte kötelezően ajánlott a prostatavizsgálat. A szűrővizsgálatnak ugye az egyik sarokköve az a vérvétel, van egy ilyen prostata specifikus antigénnek nevezett vegyület, amit a vérből egy sima egyszerű vénás vérvétellel ki lehet mutatni, illetve hát ugye a szűrővizsgálat másik nagyon fontos része az a fizikális vizsgálat, amit urológus szakorvosnak kell elvégeznie. A Ments Manust a Semmelweis Egyetem segítségével összeállított egy egészségügyi stábot, és 2016 második felében elindult az úgynevezett prostata kommandó is, melynek lényege, hogy különféle rendezvényeken PSA szűrést és tájékoztatást végeznek a szakemberek.